egyben ültünk, így meg a Balúrián, meg annak, meg a Pesta gyereknek, akik Melák Istvánként anyakönyveztek, hogy minél előbb mennyasszony szerezzünk. Pesta vagyok. Azért kell mennyasszony szerezni ennek a szegény gyereknek, mert amit látják, nagyon rossz a látása, és a hallásával is gondok vannak. Mi? Ja. Szegény fél a lányoktól, át kell arról önöknek, még áltak van szegény. Azért kell neki a segítség, hogy minél előbb menjek ki a lányok nekünk. Azért kérem önöket, ha tudnak, segítsenek, mondják együtt a nótákat velünk, vagy vegyenek részt a szertartásban. Előre is megköszönöm kedvességüket. Egy kis türelmet, mint a hangot hallanék, mitről nóta szó lenne, elmegyek, megnézem, hátra lesz valami fehér cselét ennek a gyereknek. Addig kis türelmüket kérni, jó? Nézd már ide! Csajok! Csajok! Nézzél már ide! Gyertek be, szép lányok! Gyertek be! Üdvözlöm Mátyán magát is! Az lenne a kérdésem, hogy van-e köztelek szemre való állandó sorban élő lány? Van! És hogy hívják azt a gyönyörű szép lányt? Szép Ilonka! Szép Ilonka! Hát, így Melák Pista fiamnak pont legyen találtunk én. Úgy gyújj! Önök adott? És hogy hívják magát, drágám? Szép Péter! Szép Péter! Szép Péterné! Szép Péterné! Van is felnéni talán? Igen. Látom az állását, hogy maga van ismerni. Jó. És haladják azt a szépséget, szép Ilonkát? Hát, nem. A gyöntséggel haladják, vagy nem adják el? Hát. Megmondom maguknak, hát a Pesta gyerek, az olyan gyerek, hogy dolgozni azt nem szeret. De enni, inni, meg gulatni azt nagyon. Jaj, ne adjuk oda, mert hát kidolgozik annyit akkor. Hát majd a Péter bátyám. Na, mondom én magunknak, adják oda már az a Pesta gyerek, hogyha elmúlik a buzába, keresetik a kukoricába. Olyan gyerek. Hát, hogyha este bort iszik, reggel havat hány. Olyan gyerek. Adják oda nyugodtan, mert ha nem, akkor állítom maguk lányom, nyugodtan marad, fiadik a sírban. Oda adják? Oda. Na, de áruljunk zsákba macskát már, ha jöjjön elő az a szépséges szépen. Hívják ma, legyenek szívesen. Na, Pista fiam. Töse van a mennyasszonynak. Milyen van? Töse. Milyen? Az azért van, Pista fiam, ha csütörtöket mondasz, majd az asszony kisegít. Az anyja. Hát nem gondoltam volna. Na, Pista fiam, mit szólsz ehhez? Ezt a kislány már akkor megszerette, mikor vére legelőször beszélte. Elkészült az új pár a nagy útra.
Megkérem a lánctépát, induljunk a templomba, a papá léjön, tartsuk meg a mennyegzőt! Ideértünk a plébános úr elé, akit pap elemérnek hívnak, bemutatom. Megkérem a tisztelendő atyát, adja össze az ifjú párt. Nincs foga. Kedves testvéreim, azért jöttünk mi most itt össze, nehogy széjjel legyünk. Itt állunk szeretett testvérünk gyászkopósója előtt, és mindig összekeverem ezt a két misét. Eljöttünk, hogy tanulj legyünk a két ifjú házasságkötésének. Kérdezlek téged, szép Ilonka, hogy akarod-e az itt megjelent Máli Pistát hitesférjelül? Na, akarom! Pista fiam, téged kérdezlek, akarod-e az itt megjelent szép Ilonkát hites feleségelül? Mit mond? Az, hogy szereted-e a bort? Igen! Most, hogy mind a ketten véleményeteket kinyaszkodtatátok, összekötöm magát a lánccal, amit Eszterennyel legjobb kalácsosan tud céljel kalapálni. Menjetek békével, csokoljátok meg egymást. Hogy menyecske fejjel először mulasson. Mindenki táncolhat vele egy kurtát, csak arra vigyázzanak, le ne tapossák a körömcipője orrát. Gondoljanak arra, hogy drágáért varták, ezért hát tömjék meg jól bankóval a markát. A táncot én kezdem, a többi még ráér. Húzd rá a cigány, húzd rá az új házaspárért. Csak igaz! Elöltöm, hogy asszony! Kis házi kóré! Akkor gyakorítél darabját! Egyébként a rá éget
most, hogy ember lettél. Mit szólsz az ilyen dologhoz? Yeah.
Nekem jól bevett, 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 bevett,